Ha már Attila, akkor nem hiába hirdette meg a Gárdonyi Géza Művelődési Ház a hagyományőrző napokat évtizeddel ezelőtt. Az Őrtanya az Attilák második otthona. Kialakult végül is egy olyan kerek egész kis program, most már hosszú évek óta, évente 4 alkalommal, most Attila királyhoz kötődően január elején, ahol környezetvédelem, hagyományőrzés, a hagyományőrző egyesületek munkájának a bemutatása, a gyerekeknek annak a megtanítása, betanítása és a továbbvitele, tulajdonképpen ez egy ilyen kerek egészé nagyon szépen összeállt. A befogott madaraknak nem kell félniük. A madárgyűrűzés biztosítja a teljes állomány fennmaradását. A madárgyűrűzésből a gyerekek megismerik közelről kézbe tartva a madarakat, fölismerik utána az etetőn, ha otthon is etetik, és egy környezeti nevelés kapnak abba, hogy közelről lássák a madarakat és felismerjék őket. A hagyományőrzők persze nem tétlenkednek, hiszen az Attila név kötelez. Megfoghassák akár a madarakat, akár ma még utána az íjakat, kipróbálhassanak dolgokat, kézműveskedhessenek, hogy a természetbe, az ősi dolgok felé próbáljanak a gyermekek érdeklődni, először is felkelteni érdeklődéseket, és megpróbálják elsajátítani ezeket a dolgokat, és érdekelje őket ez a dolog, az ősiség. A találkozón számtalan család tapasztalhatta meg, milyen a város szívében, és mégis zajától messze együtt élni a természettel.